Sziasztok, én Kekszők, és ez itt a Need for Speed Most Wanted végigjátszásunk újabb epizódjai. Folytassuk is a 10-es fekete listással, Baronnel. Nos, szerintem kezdjünk egy új sorrendet. Kezdjük először a rendőrös dolgokat. Nos, nagyon régen vettem fel Need for Speed epizódot, úgyhogy lehet, hogy pár baki lesz a videóban. Nos, hát akkor kezdjük is meg a hagyjáratunkat Baronnel szembe, aki valószínű nem lesz egyszerű ellenfél szerintem. Szóval meg lesz majd a kihívás érzete a dolognak, mert ő tényleg egy eléggé kemény kis csóka. Oké, jó, ez közel volt. És jó. Szóval meg lesz majd a kihívás érzet a dolognak. Mi a... Jó, majd szerzek kocsit, de nem ma. Ho-ho. Mert nagyon jó autója van Baronnek. Sajnos nem kaparinthatjuk meg ugye a végigjátszás miatt. Habár lehet, hogy ez a kocsi jobb nála jóval. Amúgy szerintem ez a kihívás a Junkman pártoknak köszönhetően egyszerűbb lesz, mint amennyire számítottam, mert ugye azok nagyon sokat dobnak a teljesítményén a kocsinak. Hú, ez ilyen messze volt, nem tudtam. Most nem is tudtam. Na, megvannak a mérföldkövek, majd a Traffic Box részről. Akkor... Jó, jöjjenek a rendőrös dolgok. Menekülhet persze, jó, akkor ezeket megcsináljuk. Nos, vérdíkel önmagában mi az? Ja, károkozás, vérdíj, menekülés, plusz utcár. Hát akkor mit el fogunk időzni? Hova kanyarodsz, te fogyatékos? Én ezt akartam megnyomni. Képzeljétek, YouTube-on poénból elkezdtem nézegetni Most Wanted-es videók után, és találtam olyat, hogy vicces pillanatok válogatás. A Most Wanted 2005-ből. Én szeretem az ilyen videókat, nincsen vele sok bajom, csak az a nagy bajom azzal, a videóval, amit láttam róla, hogy kifejezetten csak ütközések vannak benne. Hogyan csicskítja be a játékos rendőröket. Szóval egyszerűen semmi értelmes nincs benne. Nem azt mondom, hogy én jobbat tudnék csinálni nála, de egyszerűen a játékból nem lehetne megcsinálni egy ilyen válogatást. Értitek a problémát? Egy rossz gombot nyomok persze. Szóval... Hülyeség az egész úgy, ahogy van. Na, ó, útzár, fasza. Ha van útzár, az nagyon jó. És ezt beszámolja be. Imádom az útzárakat, mert tudok olyatokat csinálni, megfordulok, és ugyanis vagyok, valamelyiket el tudom pusztítani. Vagy maszkárt tudok okozni. Például itt az úr. Én remélem nem lesznek problémák, mert most a számítógép vicces kedvével van. Cserbehagyás, az is érdekes. Ötször nekimentem valakinek, nem számolta, de a rendőr nekiment valakinek, és én utána azt beszámolta. Na, a károkozás az haladunk, majd a károkozás az államnak kihívás. Jó lett volna, hogy összetöröm. Amúgy a hármas rendőröket kifejezetten szeretem. Nem olyan veszélyesek, nem veszélyesek tudnak lenni, nem arról van szó, de azért tőlük annyira nem kell aggódni. Olyan, nem szeretnénk elmenni. Fent a bok miatt. Ne menj neki! Nekiment. Nem baj. Nem baj, itt van mögöttem. Jó, előttem is van. Nincs baj. Szóval annyira nem vészesek. Könnyű őket kezelni, meg ők legalább annyira nem tudnak engem eltéveszteni. Gyere!
Amúgy ezek Pontiac GTO? Igen. Mert ilyen kocsit amúgy lehet venni. Az autókereskedőnél. Na, onnét tudom a típusát. Meg amúgy van nem is egy reklám róla itt a játékban. Wow, oda nézzetek, hogy megtolt. Nem is nyomtam gázt. Ez a 150-nál megtolt a csóka. Ujjjj. Fú, azért majdnem elkapott. Ez elég gázlát volna, ha elkapott volna. De gyepen eléggé nehéz megindulni. És még két perc, inkább másfél. Úgy zár, hadd menjek vissza. Mennyi úgy zár kell nekem? Még 3. Hát akkor egy ideig még el vagyok. Íí, hát ez... Hagy kívánni való maga után, de elfogadjuk. Ez meg ledőlt, de hogy mitől? Senki nem tudja. Ez azok meg... Fiúk, mi van? Jó, szép volt. Na, gyere már. Társának, neki megy. Jó, még egy perc. Addig kocsikázunk, hátra kapunk még egy blokádot. Oké. Jól van, jó a játék. Szeretem, amikor ad nekem ingyen vérdiát a fejemre. Na, nem jössz? Rád várok. Na, jön. És mindjárt kezdődik. Mi a tök van ezzel? Gyere már. Most kezdődik a hajsza. Na jó, ott van szemben, ez már jó lesz. Mondták, hogy ismerős a kocsi. Beszarok. Emlékeznek a kocsi. Gyere a falna. Mindig. Remélem teszek le. Tesz még le a rendszer blokkádot, mert muszáj lesz neki. Még 2 kell. Rólatok el is feledkeztem, hogy ilyenkor is tudtak jönni. Nos, ők voltak az SUV egységek. Ezek a nehéz szerepjárók, amik életcéljük az, hogy neked menjenek szemből, és ezzel leállítanak. Hát ez mennyire valós dolog, hogy ilyen kamikáz egységek vannak. Fogalmam sincs. Szerintem nem az. És az a helyzet, nem dob nekem egyszerűen úgy blokkádot, de hogy mi a tökömért nem dob? Ezt nem tudom. Hát reménykedünk, továbbra is autókázunk. Lehet érdemes annak kimenni az autópályára. Talán több szerencsével kapok, úgyhogy most arra veszük az irányt. De hop-hop-hop! Hogy vagy? Szerintem így meg tudom tolni. Ó, pont jó. Ez pont ki lett itt találva. Erre van az autópálya. Még egy kell. Elég gyorsan megyünk, akkor fog lepakolni a rendszer keményen. Várjunk, lehet inkább meg is itt maradunk. Inkább, ja, maradunk. Nem fogok visszafordulni. Ujj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 
Szerencsére. Fox. Jó. Igen, ott felborítottál, kis csúnyán. Na, ki is pipálhatjuk ezt a listát, hogy már csak le kell lépnünk. És ott megvicceljük a rendőr. Ajjaj, magamat is megvicceltem. Rangba ő is kiment a fának, jól van. Gyorsan lépünk le. Mennyit hátra tartott a jó ég. Ajjaj. Önszámoltam, hogy a Lexus ennyire nem szereti a füvet. Na, ez eddig sikeres volt, de akkor az nagyon sikeres, hogy ezt be is fejezzük. Jó sok vérdiát fogunk kapni a bubunkra, de ez csak természetes. Na, itt! Itt elvileg mi sértetlenek vagyunk. Itt, pont itt. És most várunk. Habár, mert inkább ráfordulok arra a rejtek helyre, vagy búvó helyre. Jó, nehéz ezzel a szánalommal fordulni a füven.
Okay. Ja, hogy ide letett egy blokkádot a pofámba, hát az aranyos. Na, pipa. Ezzel már is két kihívás kész. Maradt ott verseny. Sprint, ja, menjen. Remélem, hogy azért nem lesz annyira vészes beröm. Mondjuk a 9-es pöppet jobban tartok. Mert azt is le szeretném gyűrni ebbe a felvételben. Attól jobban tartok. De meglátjuk. Itt hoz majd a sors. Na nézzük. Nem ezt a versenyt megnyerjük. Érdekes amúgy ez a... hogy hogyan megy a kocsi a... mint a füvön, mint az úton. Szóval amikor a füvön van, akkor olyan hasznaveretlen is, amit rámegyünk az útra, egyből megvan az a topotás, amit fura az egész számomra. Feszültség voltage? Azt hiszem az. Epic név, nem mondom, de... what the fuck. Úgy fura. De nagyon-nagyon-nagyon nem tudom megelőzni. Már így, de még itt se. Na itt vigyázzunk, mert ez a kanyar amúgy rohadt szemét. Nem szabad túlságosan bevenni, mert neki csattanunk a falnak. És itt lelassítunk. Jó. Hát ez annyira nem érte meg, de... ópara, még megpróbálunk. Ne már! Jó, jó, nem baj, nem baj, nem baj. Na itt, itt muszáj elő lennünk, mert... hello, mert elég gyakori az a veszély, hogy itt megakadnak. Nem, nem akadtak meg most. Jó, volt olyan eset, amikor mind a három ott elakadt, és így nyertem. Jó volt, nem mondom. Kapura, kapura... nem is emlékszem, hogy van olyan kapuról-kapurás verseny, amiben van rendőr. Hogy eddig volt-e olyan? Szerintem nem volt egyáltalán. Hát az az előző verseny nem volt olyan easy win, de megnyertük. Na azért elég jól megy a Lexus. Mondjuk lehetne alakítani még mit a... taparásán, de egy egész jó szerintem. Úgy jó. Így ráugrattam, mert úgyis itt van a, az arcomba, szóval nem igazán kellett az utat követnem. És szerencsém, hogy ki is lehet kerülni, szóval úgyis be lehet menni a ezekbe, hogy lehet, a közelben nem voltam, de megadta persze. Szóval ez is itt tök jó. Tök mindegy, hol mész át azon a ponton, csak menj át a kapunknak a környékén, azon az útrészen menj át. Szóval tök jó, hogy ez így meg van csinálva. Na és van 2 percünk, hogy leérjünk az utcsóhoz. Bőven elég lesz. Itt felgyorsulunk. De nagyon megy ez a Lexus, de tényleg. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen kocsit össze lehet ebből hozni. A Junksman pártokkal együtt. Azaz... az veszélyes volt. Mindenkire nézve. Hát az riff volt a javával. Szegény csávó. Ezért jól óvatosan vezetni, és nem 200-al menni városba. Mondjuk, nem értem a Need for Speed játékokból, hogy gyakran olyan csalók az egész sebességmutató, mert most is elvire 200-zal megyek. Jó, mondjuk feltűnik, hogy 200-zal megyek, mert nem mondom. De mondjuk most például nem mondanám azt, hogy 230-at te mennék. Jó, most már kezdem elhinni, hogy tényleg annyival megyek, de nem tudom, valamiért nem tűnik fel. Úgyhogy annyira nem
Nem igazán érzem a sebességet a játékban. Hogy... Na... 36 másodperc, mi a tök? Majdnem 37? És eddig nem kaptam egy hangüzenetet se. Mi van ezekkel? Na, Trophy Pax verseny, hát nézzük meg... Lexus mit ér a kemények ellen. Imádom. Jó volt főnök, jó volt. Szép volt. Az gyönyörű volt. Kettő, 34, mennyi? Gyökér a harmadik, 36-tal ő az első, én vagyok 34-jel. Ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz volt. Hát az még rosszabb volt, de nem baj. De első vagyok, egyelőre. Most hitrot kéne gyűjteni, mert nem állunk jól. Ennek is van, nem neki csattantam. 69. Basszus, basszus, nem láttam a kanyart. Jajjaj, nem figyelem a térképet, bajok lesznek így. Meg is előz a Lexus? A Lexus. Lexus? Mondjátok. Na mindegy. Ez a cél. Ez a vége, ne idegesítsetek fel. És megvan. Na, ez nem volt olyan vészes, mint amire számítottam. Hey, listen up. People are talking. Now I know this ain't true, but they're saying you're working for the cops. Make sure you prove them wrong. I'll take care of the guy spreading the rumor. Ejjjjjjjj. Valaki detykál valamit, ami persze nem igaz. Elnézést közben adtam, mert régen adtam. Elnézést kérek, ezért de muszáj volt. Hát valaki pletykát terjeszt rólunk, hogy mi a sünöknek dolgozunk. Mint persze a hülyeség. Nem tudom, itt vannak néha ilyen mini balhék, de ezek annyira nem befolyásolják a játékot. Szóval nem, nincsenek úgy konkrétabban megemlítve, csak itt. Ilyen SMS-ekben, hogy hát van ilyen is, de most senkit nem érdekel alapon meg nem említve. Na mindegy, hát nem hibáztatom ezért a játékot, mert minek? Lényegtelen. A három körös versenyt, a jóságos, akkor ez se lesz egy rövid verseny. Jó, a fal az mutatja az utat. Szuper, rá az útra. Ilyen valami tapadás is. Persze, nekem meg itt kell nekem jönni. Ott maradsz a másik sáv a gyökérlő. Jó. Parkoló, használja a rövidítés, és utolsó vagyok. Voltam. Ah, nem lehet használni a rövidítés kell. Upszi, jó volt. Még ez is. Nem baj, uraljuk a kocsit. Ez a legfontosabb. Jó, itt ezt ügyesen bevesszük. Nagyszerű, jó. Maradjatok a sávotokba, és akkor nem lesz bajotok. Remélhetőleg. Na. Menjünk. Amúgy visszanéztem a biglus versenyt, és az a 9 perc, vagy hát inkább 10 perc volt mégiscsak. Hát az rengeteg, szóval... Nem tudom. 10 perc egy rohadt boss. Szerintem amúgy nincsen más fő ellenfél, aki 10 perc tart, mire legyőzöl, mint Biglu szerintem. Esetleg még talán Razor, mint ugye az utolsó ellenfél, vagy esetleg a kettes jelentkező. Nem tudom, talán ők azok, akik hosszú ideig tart a legyőzésük. De szerintem Biglu magasan veri ezt a pálmát, hogy már pedig ő 10 percig tart, mire legyőzöd.
Komolyan mondom, a Sony azért keményen volt. Picivel, nem nagyon. Na mindegy. Fura. Fura az egész, szóval nem értem. Belről legalább kihívás lesz, ebben biztos vagyok. Vele el leszünk. És eddig annyira nem jól állunk, mert rohadt közel vannak, és most nem meg fog előzni az a második. Ebbe a részbe simán meg fog. Igen, itt van, hallom. És pont szor helyen van. És pont rossz gombot nyomok. Köszi, köszi a gyökér, Audis. Fasz. De most nem az Audis embereket szólom le, hanem ezt a csókát szólom le itt. A másik meg közben elhúzott. Hála ennek a szar életűnek. Nem baj. Porsche csávot megelőzzük, hogyha jól mennek a dolgok. És ha nem megy nekem. Ha nem megy nekem, persze. De mi kedves gyerekek vagyunk, mi nem megyünk neki újra, mert hülyeség. Nem tudom. Hopp! Íj, pont neki mentem. Ajjaj. Ez nem jó. Nem tudom, itt az ellenfeleket nagyon nehezen tudok kipörgetni. Ők ki tudnak, elég egyszerűen, de... De őket esélytelen. És emiatt a lélektelen, amúgyis szarházi miatt fogom elveszíteni a verseny, nem tudom, hogy csinálok annak. És persze használja a rövidítés az első, mert mindegyik lélektelen használja. Talán itt. Ha nagyon jó vagyok, sikerülhet. Egy pont ő az első, ne szopassál már. Ez a szar. Ne már! Te takony! Hát hihetetlen, ez meg ide jön. Hát ez beszarok. Ne már. És miattuk veszítek? Nyomorodjon meg mindegyik. Az de jó, tök jó. Komolyan mondom, ez sem rájuk egy mázsaszar. Olyan sprint. Óriási geci, eskü. Imádom az ajt. Komolyan, imádom. Hú, közben a szememben ment valami, hát ez így végképp nem lesz jó. Ez a felvétel, ez most nagyon-nagyon nem jól indul. És hát már régen indul, de most így nem áll jól. A szénánk sehogy se. Itt van Mustang csávó. Mustang csávó, jó, szia. Szia Mustang csávó. De hosszú nevetek van. Ó, igen, rendőr. Nem akartam ezt a sprintet választani, de... A körülményekhez tekintve muszáj volt. Nem akartam a rendőrök miatt, mert nincsen rájuk szükségem. És ha jól láttam, a rendőr az nem ebből az utcában volt. Most hát az előzőben volt. Szóval merre megyek, jó vagyok. Nem, itt lesz. Jó. Reménykedtem benne, hogy mondjuk el tudom kerülni, de ritka, hogy ebbe a versenybe el tudod kerülni a rendőröket. Lerázni még letudom őket, hogyha nagyon ügyes vagyok és nem megyek neki civil autónak. Szépen ügyesen. Persze hosszabb jutott választják, mert ez nekik jó. Oké, megint üldöznek. Beértek engem a ellenfeleim. Jó, ez az alakítás rész, ez vicces lesz. Jó. Na ezt el szeretném kerülni a közeljövőbe. Nem akarok neki menni. Mert nagyon... Nagyon leviszik a sebességet. Baszd meg! Nem láttam a...
Nem nézem a térképet, nem tudom miért, rohadt figyelmetlen vagyok. Talán feltartják őket, a rendőrök, igen. Egyértelműen feltartják őket, amikor... Nem figyelek oda a pályára. Ez az nagy bőr. Úgy basszus, mennyien múlott a pick-upot elkerülni, te jó rég. Jó ég. Jó rég. Ugrassunk. Azt hiszem, ilyenkor blokkádokat nem tudnak tenni verseny közben. Elég veszélyes lenne. Még ebben a játékban soha nem be tudtam volna képzelni egy kooperatív módot. Nem új hangzás lett volna, nem lett volna ilyen új dolog 2005-ben szerintem. De szerintem lazán lehetne egy olyan autós játék, ami multiplayer alapú. Jó, tudom, hogy ilyenek crew, de hát basszus ez. Mikor jelen meg először? 14-ben? 15-ben? Ez a játék. És konkrétan úgy nézzük, az a maradék, az már szinte az egyetlen ilyen autós játék, ami ezt a címet bírtuk, ami MMO lényegében. Mert ugye már nincsen többé a Words. Jó, mondjuk az volt az első, úgyhogy ha úgy nézzük, az 2008-ban volt az első ilyen úgynevezett kooperatív autós játék. Nem is kooperatív, csak multiplayer. Szóval... Amúgy szerintem tudja, hogy lenne rá kereslet, hogy ilyen játékot csinálni, ilyen multiplayer játékokat. Leforduljunk, hogyha sikerül, és már pedig sikerült. És felborult valamelyik, mitől? Mit csinál ez? Hát ez... Úgy sikerült. Talán sikerült rájuk... Várjunk, figyelj! Azt a rendőrautó! Neki fog idejönni, figyelj! Nem robbantott a fel... Úristen, majdnem elkapta! Miközben így nézegettem a csókát. Júj, ilyet még ezt nem szabad csinálni, mert... Tényleg elkapnak. Ajaj. Nehogy elkapjatok, mert nagy fasz kapok. Hát az olyan gáz lesz, ha ezek elkapnak engem. Néztem a csávót, és tökre nem figyeltek oda semmire se. Majdnem elkaptak. Éppen, hogy egy millimó volt az egész. Rahat nem mázunk ott. Bírságot kellett volna kifizetnem. Meg... Kaptam volna egy humiliens tribulátor. Bazd meg! Na most nem lennék meglepő, hogy elkapnak. De nem. Ezeket valahogy le kéne rázom, mert valahogy idegesítők. Szóval, ha elkaptak volna, fizetnem kellett volna. Meg... kaptam volna egy ilyen szart a kocsimra, egy ilyen strigulát, ha úgy tetszik. Ezt a szavat... szavat? Basszus, miért nem tudok magyarul beszélni? Oké, okay. Jó volt. Miért nem tudok egyszerűen magyarul beszélni? Nem értem. Na, menj. Nem hiszem, hogy észrevett. Lokáblen nulla, így is le van. Úgymond nullázva az erősítés. Szóval... visszament most... 2 percre. Na, itt viszont le fogjuk tudni rázni. Gyere te! Szerencsecsomag. Jó, meg is van. És amúgy oda mehetek a roncshoz. Nem fognak előbb észrevenni, vagy ilyesmi. Mi vett észre? Hallod? Ne csaljon már. Már hogy a számol? Na végre számolja. Helyes. Jó, plusz 27 ezer VRD végül is, nem a világ vége. Amúgy esik rám az eső a tető alatt. Versen. Hétköznap és egy verseny kell. Így van. Hát akkor ezt a kapurát. És itt vannak rendőrök, akkor meg lett válaszolva a kérdésem. Hogy kapuló kapurás versenyen vannak rendőrök, és vannak.
Na ezt a versenyt megcsináljuk, aztán mehetünk Baron ellen. Baronról annyit érdemes tűnni, hogy két verseny, mint eddigi társainak, és leginkább az első verseny, ami neki a nehezebb, bár elvileg nem kéne, hogy nehéz legyen. A második egy gyorsulás, az első egy sprint. Szóval viszont egy könnyen elintézhető ellenfélről van szó, ami jó, jó dolog. Mármint egy gyorsan elintézhető, leginkább ezt mondom, meg könnyen nem biztos. Ha az első verseny megnyered, akkor nagy rész szerintem maga Baron megvan. És hogy a szerencsém lesz, akkor megszerezzük kocsiját is. Ugye Big Louis volt a középső az előző részben, tehát ez arról tesz nekünk bizonyságot, hogy vagy a bal, vagy a jobb szélső lesz. És megérzésen megsugják azt, hogy ez a bal lesz. Szóval a bal token alatt fog majd bujkálni a kocsi. Ha mégsem, akármi is lesz a vége, tudni fogjuk legalább a sorrendet, és akkor a kocsikat be tudjuk lopponni és el tudjuk adni. Mert említettem, hogy van egy adott sorrendiség a játékban, itt a PC-s verzióban így van. Van egy sorrend, ami alapján ki lehet következtetni, hol vannak a tokenek. Most szóltak rendőrök, hogy megláttak. Na, igen. Megpróbáljuk ezt a rövidítést. Nem vagyok annyira odaért, de megpróbáljuk. Ó, ja, hogy így jobb. Így jobb. Úgyhogy erre visz. Még egy perc alatt odaérni, az nem nagy művészet. Mennyi plusz időnk lesz? És itt van mögöttünk, hogyha van egy ilyen rendőrös verseny, annak az a vicces, amikor látod, mennyi rendőr van körülötted, mert amikor látod, hogy bármerre nézel, mindenhol ez az indikátor elkezd vindulni, hogy arra vannak, és még kiderül, hogy egy jó, hogy sarokkal vannak arrébb. Még ez a csókával lehet összefutok itt szembe, ami nem lenne annyira jó. Az előző esetet nézve, de szerintem nem. Jó, nem futunk össze, ez egyszerű. Jó, jöjjön Baron. Jön a báró. Jó, megyek is érte. Szóval sprint, gyorsulás, hadd szóljon. Hát mi csicskák vagyunk, mi nem merünk átmenni a kamion alatt. Na. Legyőzzük. Az fasz lesz. Nem volt jó a rajt, de... nem bennyire. Baronnek vannak Junksman pártjai a kocsiba alapból. Talán, nem biztos. Talán... ő... az e... hát... sőt, biztos vagy benne, hogy ő az első, akinek benne vannak ezek az alkatrészek. Azt hiszem leginkább a negyedik fekete listástól... igen, azt hiszem a negyedik fekete listástól kezdődik az, hogy alapból van benne Junksman párt a kocsijába. Tehát még az ötödik is, de nem biztos. És hát azért látjátok, hogy eléggé sokat dob rá. Van rövidítés? Hó, de jó. Lelassítom. És ez jó lesz. Ez jó, ez jó. És általában, hogyha van rövidítés, hogyha alapversenyről van szó, akkor 50% az esélye, hogy a ellenfelénk ezt kihasználják. A bosszok általában, mint ő, fekete listások nem szokták ezt használni.
azt a rohadt teget, mekkora előnyöm van már hozzá képest. Bár ilyenkor most ilyen nagy előnyöm van, akkor a rendszer az elkezdi turbozni az egyént, a zenemit. És most nagyon tolja neki. 7 másodperces előny. Baron ellen ekkora előnyöm nem volt. Amúgy messze ő a legjobb kocsi, ő az, akinek nagyon jó kocsia van. Az első 10, már értelemszerűen neki van a... Most bocsánat, rosszul mondom. Ugye az eddig legyőzöttek közül értelemszerűen neki van a legjobb kocsia, de talán még a 9-es, 8-asnak a kocsiját is lebipálja alapból. Mindenféle tuning nélkül, ami ott van abban a kocsiban jelenleg, lepipálja még azokat is. Ami az elég durva. Úgy nézzük. És mindjárt vége a versenynek. Nekem megyünk a falnak hozzá, nekem. Mindjárt itt a vége, felmegyünk arra a kicsi kis szigetre. És azután van vége. Átmegyünk. És itt tök egyenesen követjük az utat, és ott a cél. Jó, nem baj. Oké. Ennyi volt. Lényegében most már csak ezt a gyorsulási versenyt kell túlélni, aztán szép napunk lesz. Odafigyelünk, akkor jók leszünk. Kikerüljük, jó. Kikerüljük, azt is jó. Megyünk. Jó helyen vagyunk, nem vagyunk jó helyen. Itt azért megtoljuk, már mindjárt leég a motor, de megvan. Mennyivel nyertünk, ezt azért nézzük meg. Épp ahogy csak nyertünk, akkor nem szóltam. Néha előfordul, hogy 2 másodpercen nyerünk, ami elég durva. Na, Baron, nem voltál ma olyan elegáns, úgyhogy... Bal. Megvan a kocsi, akkor a sorrend közép, bal, jobb. Megjegyeztük. Nem valószínű, hogy az elején szorna középen volt, de most jelenleg ez az a sorrend, hogy közép, bal, jobb. Tehát a 9-es egyének jobb oldalt lesz. Na nézzük ki ő. Egy sötét bőrű úriember. Eugen James, más néven Earl. Akinek egy Mitsubishi Lancer Evolution 8-a van, és sprint verseny az erőssége. Ez a srác Kelet-Rockportból jött, de a parton szokott versenyezni. A kedvencei az import cuccok, és nem fél többé nyomni a pedált.